Szomborban megnyílt a 46. nemzetközi kisállatkiállítás, melyen mintegy 500 kiállító több mint 3000 kisállatát tekinthetik meg az odalátogatók. Büszkék vagyunk arra, hogy Zombor már majdnem 5 évtizede házigazdája ennek az eseménynek. Az idén a rendezvény keretében a balkáni galambfajták európai kiállítását is megrendezik. Ilyen rangos európai szintű eseményt Szerbiában utoljára 35 éve tartottak. Hagyomány, hogy a kisállatok kiállításával párhuzamosan a kisállattenyésztők országos bajnokságát is megtartják. Van fajta leírás, ugye, amit úgy nevezünk, hogy standard, az adott könyvbe, meg leírták a tenyésztők, és akkor kell nézni annak a galamnak a tartását, fejállását, körül kell írni, hogy most abban a fejjel mi van, hogyha olyan a fajta, hogy sarkos legyen, akkor sarkos-e a feje, vagy nem sarkos, vagy lejjebb csúszott a fésű, ami díszíti a galamb fejét hátulról, nem úgy áll a csőr, ahogy köllene, kicsit nyitott, vagy srégne, nem jó állnak az orr, dudorok, toll fölépítése, lábak állása, szem, csőr. Szóval van egy 17-8 dolog, amit meg kell nézni. A nyúltenyésztésre foglalkozok már 10 éve, komolyabban 5 éve kezdtem el. Most eljöttem, hogy bíró legyek valójában. És most amit nézünk, nézzük a testfelépítést, nézzük a súlyt, alszőrzetet, fej és fül, ez mind külön van osztályozva. A higiéniát az nagyon fontos szintén. A háromnapos nemzetközi kisállatkiállítást idén először nem a Mosztonga Sportközpontban, hanem egy új helyszínen, a KTC üzletközpontban tartják.